Márki-Zay Péter Brüsszel és a multicégek oldalára, nem pedig a magyar családok és magyar vállalkozások oldalára állt a rezsi árakkal kapcsolatos vitában, ezt mondta egy elemző az M1-nek. A baloldali miniszterelnök jelölt az elmúlt időszakban többször is kifejtette a véleményét a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. Szerinte a lakossági rezsi árak mérséklése felelőtlen lépés, sőt ostobaság volt a kormánytól. Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. A rezsicsökkentés megszüntetéséről értekezett Márki-Zay Péter október közepén. A baloldal közös miniszterelnök jelöltje számos kérdésben egyetértett Gyurcsány Ferenc feleségével. Ilyen volt a rezsicsökkentés bírálata is. Márki-Zay Péter a Dobrev Klárával folytatott vita során azon sajnálkozott, hogy nehéz kivezetni a rezsicsökkentést, pedig szerinte a fenntartható gazdasághoz az embereknek, ahogy fogalmazott, érezniük kellene az energia árnövekedést. A végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti meg, hogy nem az ember fizeti meg. Ez egy populizmus. Tehát az, hogyha ezt nem tudjuk érvényesíteni az árakban, akkor nem fogunk ösztönözni senkit energiatakarékosságra. És igenis az árakon keresztül ösztönözzük az energiatakarékosságra. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Az emberek inkább spóroljanak az energiával. Márki-Zay Péter tavaly ősszel is ezt a megoldást kínált a rezsicsökkentés címszó alatt. A hódmezővásárhelyi polgármester akkor is amellett érvelt, hogy nincs szükség az ipari kibocsátókkal szemben a lakosságnak kedvezve az energiaárak alacsonyan tartására, mert ha valami drágább, akkor abból szerinte előbb-utóbb kevesebbet is használunk. Lakosság könnyítése érdekében onnan elvont díjakat ráterhelték az ipari fogyasztókra, adók formájában mindenkire, veszteségesítették az egész iparágakat. Micsoda ostobaság volt ez az annak idején így rezsit csökkenteni. Lehet rezsit csökkenteni. Hogy ne lehetne? Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Vagyis azoknak a családoknak, amelyek a Márki-Zay Péter féle elmélet szerint a mostani fogyasztásukkal megegyező áramot és vizet használnának fel a mindennapjaik során, elemzők szerint évente 400 ezer forinttal kellene többet fizetniük. Ennyivel növekedne ugyanis az energia ára, ha az a világpiaci árakhoz igazodna, ahogy korábban a baloldali kormányok idején is. Ahogy mondani szokták, az energia iránti kereslet rugalmatlan. Az árnövekedéssel ráadásul nem csökkenne arányosan az energia kereslet sem. Erről az Alapjogokért Központ szakértője beszélt az M1-en. Kovács Attila úgy fogalmazott, őrültség lenne a Márki-Zay Péter által felvetett tervet követni. Ez ugyanis elsősorban a szegényebb családokat állítaná megoldhatatlan helyzet elé. Abban a politikai vitában, ahol egyik oldalon a magyar emberek, családok, kis- és középvállalkozások állnak, a másik oldalon pedig Brüsszel és a multinacionális nagyvállalatok, Márki-Zay Péter ez utóbbiak pártját fogja, ez utóbbiak érdekeit nézi. Kovács Attila hozzátette, Márki-Zay Péter klasszikus baloldali politikát folytat, és a baloldal elmúlt 20 évében hangoztatott elveihez hasonlóan az emberekre terhelné a pluszköltségeket.